Létezik egy elhagyatott hotel Magyarországon. Egyszer egy kis csapat eldöntötték, hogy bátorságpróbát csinálnak. Ezért elmentek körülnézni kicsit. Eltelt 3 hét, de nem talált rájuk senki sem. A rendőrség átkutatta a hotelt, de nem találtak semmit a vérfoltos ágyak és széttépett naplón kívül. Megpróbáltak kihozni valamit a naplóból, de csak ennyi sikerült. Kristóf vagyok, 19 éves. Pár haverommal eldöntöttük, hogy bátorságpróbát csinálunk, és bemegyünk a Szellem Hotelbe. Eleinte nem hittem az egészbe, de ez akkor volt, amikor még semmi nem történt. Mikor beléptünk, nem volt semmi feltűnő. A porta ajtaja elrohadva, a lábunk alatt recsegett a padló. A fal mellett az üveg ki volt törve. Egy átlagos elhagyatott hotel, de valami mégis zavart. És nem hiába. Nem lehet kijutni erről a helyről, mintha valami lény csapdát állított volna. Minden esetre megbújunk egy üres szobában. Az valami üldöz minket. Elkapta Dávidot. Nem tudjuk, mi történt vele. Harmadik nap. Beléptünk a szobába, ahol láttuk a lényt bemenni. Ott volt Dávid lenyúzott bőre. A földön, és a belső szervek hevertek a padlón. Rosszul lettem a látványától. Eleve nem bírom a vért, de ez... Negyedik nap. Láttam. Az a szörnyeteg eddig csak a sötétben jelent meg, mint valami árnyék. De most nappal is láttam. Teste fekete, le van rohadva róla a bőr. Az egyik szeme hiányzik, és 4 lábon közeledik. Az arcát úgy képzeled el, mint mikor egy macska kimegy az útra, és egy autó kilapítja a fejét. Undorító. Itt él az épület romjai között. 5. nap. Itt van már. Már csak én élek. Mindenki más megevett. Ez a valami. Most én következem. Ezt az egészet azért ittam le, hogy senki, de senki ne menjen a hotelnek. A közelébe se. Ez a valami, ami itt él. Nem a világi.